Drótkötélzetre függesztett, lukas rendszerben termesztik a paradicsomot és a paprikát ebben a délbaranyai üvegházban. Az épületet márciusban adták át, amikor még növekedési fázisokban voltak a növények. A hét elején azonban elkezdték a termést szedni. Az eredmények nagyon jók, az üvegházban ezentúl oktatás is zajlik majd, erről kérdeztük a technikum vezetőjét. Szeptembertől kertészképzés is indul a üvegházra alapozva. Ez jelentősen javítja az iskolának a képzési kínálatát, és nem utolsó sorban szép bevételünk is lesz a paradicsomból, paprikából. Mint megtudtuk, az agrár oktatások között a kertész szakmai képzés nyújtja a legszélesebb körű ismereteket. Szőlőtermesztés, gyümölcstermesztés, zöldség, gyógynövény és dísznövénytermesztés, valamint a kertek építése és gondozása mind az oktatás részét képezik, így az itt végzettek korszerű tudással kerülnek neki, akik a termesztő berendezésekkel azonnal dolgozni képesek. Somogyi Antal hozzátette, hogy egy agrármérnök és egy kertészmérnök is dolgozik az üvegházban, hogyha az amúgy Teljesen automata rendszert felügyeljék, és kártevő megjelenése vagy egyéb más probléma esetén beavatkozhassanak. 1000 négyzetméter a, a zsüvegház, ebből olyan, olyan most jelenleg közel fele, paprika, fele, paradicsom. Majd meglátjuk, hogy milyen növényekkel. Tehát ez, ez nekünk a tanuló évünk. A kollégáim, a kertészmérnök kollégák is tanulják még a technológiát, mert ez ez nem úgy működik, mint eddig, hogy földbe beütetjük a palántát és től, egy talaj nélküli művelési mód. A termés szedését speciális eszközökön állva végzik, hogy minél kevesebb hatás érje a növényzetet. A tervek között szerepel, hogy a tetőüveget speciális hővédő anyaggal vonják be, amely megakadályozza a ház túl melegedését. Ezt egy speciális drónnal szeretnék megoldani, melyről heteken belül híradunk is beszámol majd.